Babits Mihály szülőházában vagyunk, az édesanyja szobájában, Kelemen Aurora bútorai és tárgyai között. Ebben a szobában született Babits Mihály 1883. november 26-án. A születéshez a család több történetet köt, amit Babits Mihály Curriculum Vitae című esszéjében mesél el 1939-ben. Nagyon szépen írja le. Az ő születése előtti estén az édesanyja egy nagyon költői levelet fogalmazott az egyik barátnéjának, amit fel is olvasott a férjének, és később, amikor a fiú költővé vált, ennek a levélnek tulajdonította az édesanyja a fia költői tehetségét. De nem csak levelet írt ezen az estén az édesanyja, hanem nagyon bevacsorált egy mustostök nevezető őszi édességből. Ugye ez mustot fűznek sűrűre, és ebbe sütőtököt vagy őszi barackot főznek bele, ez a gyerekek és az asszonyok kedvence volt, és az édesanyja is nagyon bevacsorált ebből a nagyon édes őszi édességből, és talán ez indította meg a szülést, hiszen néhány héttel későbbre várták Babits Mihály megszületését, mint ahogy végül is november 26-án megszületett. És még egy érdekességről vall Babits ebben az esszéjében, azt mondja, hogy hát fiatal koromban voltam annyira költő, hogy egy jó rím kedvéért még a valóságot is megváltoztattam, hiszen egy fiatalkori versében, az Anyám nevére című versében azt mondja, hogy hajnalka volt az édesanyám, hajnalra születtem én, és itt az esszében árulja el, hogy bizony nem hajnalra született, hanem estére. Így hát Babits Mihály születése november 26-a este történt meg ebben a szobában. Édesanyja kedvenc bútorai között állunk, köztük ez a szép 19. századi női íróasztalka, ahol Babits Mihály édesanyja a kedvenc versidézeteit másolta, hiszen ő volt az irodalmár a családban, nagyon sok verset tudott kívülről, a kedvenc verseit szép füzetekben másolta, szép szálkás betűkkel, és később kisfiának, Misikének is sokszor Arany és Vörösmarty verseket mondott altatóul. Nem véletlen, hogy Babits erről nagyon szépen emlékezik meg. Egyik helyen azt mondja, hogy a verskedvet tőle örököltem, a másik alkalommal pedig azt mondja, hogy ezek a rímek, mármint a gyermekkorában hallott versek, tehát hogy ezek a rímek a legmélyebb emlékezetemből csengenek vissza. Ma az asztal lapján Babits Misike két gyerekkori levele látható, amelyet a nagymamájának, Kelemen Józsefné Ráczi Innocenciának, Cenci néninek, ahogy a család is szólította, írt kedves nagyanyikám megszólítással. A festményen Kelemen Józsefné Ráczi Innocenciát, Cenci nénit látjuk, Babits Mihály anyai nagyanyját. Ő volt a legerősebb egyéniség a családban. Babits azt írja róla, hogy bár nemesasszony volt, mindig sötét parasztasszonyos ruhákba járt, és a napszámosok nem tudták megelőzni a szőlőbe. Mindig ment, vitte a kis cekkerét, és az éppen aktuális termést, ami érett a szőlőben, azt hozta haza. A másik mondás, amit Cencinél a halál fiai Babits Mihály nagyregényében is elhangzik, hogy hát a fogához verte a garast. De nemigen volt más választása, hiszen Kelemen József 1876-ban viszonylag fiatalon meghagy, négy gyereket hagy árván. Az özvegyére és a gyerekei ezt a házat hagyja, illetve egy négy holdas szőlőt. A nagymamának a gyerekeit a szőlőjövedelméből és a ház kiadásából kell felnevelnie, tanítatnia, kiházasítania. Úgyhogy nem véletlen, hogy a nagymama szigorúan őrködött a családi gazdaság felett. De persze nem volt ez olyan egyszerű, hiszen a nagypapa halála után nem sokkal jött a filoxéra vész, és elpusztította Szekszárdon a szőlőket, és Cenci nénének is komoly kölcsönöket kellett felvennie ahhoz, hogy újra termőre fordítsa és jövedelmezőre fordítsa a szőlőt, tehát ellenálló amerikai szőlőoltványokat vásárolt, és évről évre bővítve a területet, újra telepítette a szőlőt,
és nagyjából 1912-re fizették ki azokat azt a kölcsönt, amit a szőlőre vett fel. Cenci néni ebben az évben hunyt el. Ahogy Babics a halálfiaiban is megírta, hogy nem halok meg addig, amíg adósságom van, mondta Cenci néni, és hát 1912-ben hunyt el a nagymama, aki addig a család összetartója, ősasszonyszerű figurája volt. Most az íróasztalon Cenci néni levelét láthatjuk. Érdekessége, hogy a levél végén ott van Misike és Angyalka aláírása. A nagymama Pécsről írta ezt a levelet lányának, hiszen ő vigyázott két unokájára, az édesanyja pedig valahol fürdőkúrán volt. A levélben beszámol arról, hogy Ferenc József, aki éppen Pécsre látogatott, végig kocsizott, végig hajtatott Pécs utcáin, és a gyerekek, bár zuhogott az eső, mivel a király kihajolt a hintó ablakából, mégis láthatták egy pillanatra Ferenc Józsefet. A családi emléktárgyakat tartalmazó vitrin mellett állok. 19. századi szép porcelánok, imakönyv, kártyaprés, Babics Mihály édesanyjának poézi feliratos kis emlékkönyve, ilyen könyvekbe másolta a kedvenc versidézeteit, aztán ezüstkanalak, családi evőeszközök láthatók a vitrinben, és egy különböző dísztárgyak köztük. Ott van Ferenc József és Erzsébet királyné üvegszobra is, akik szintén nagy becsben voltak a család számára. Mindez önmagában is érdekes, de még érdekesebb, hogy Babics Mihálynak megint csak egy fiatalkori versében mindezek az emléktárgyak, dísztárgyak szerepelnek. Mint egy leltárszerűen felsorolja ezeket a kedves dísztárgyakat, a vers címe Örökségem. Egy fontos emléket még hadd említsek meg a dísztárgyak között, hiszen szinte kakukktojása az emlékek között. Az egyik polcon található egy fából faragott kanár villa láncocska. Ezek 1848 után, illetve 49 után börtönbe került honvédek rabmunkái. A családban a nagyapa Kelemen József volt a nagy 48-as érzelmű, maga is részt vett a szabadságharcban, tiszti rangban, Komáromnál tette le a fegyvert, és 1849 őszén jött Szekszárdra, gyakorlatilag ekkor telepedett le Szekszárdon, ügyvédi diplomát szerzett, és ezután egy darabig ügyvédkedett, majd pedig vármegyei tisztviselőséget vállalt. Ez a 48-as hagyomány a Babics gyermekkorát is meghatározta, hiszen a nagyapa ugyan nem élt már az ő gyermekkorában, de egy kedves rokon, Újfalusi Imre, szintén nagy 48-as érzelmű volt, maga is részt vett a szabadságharcban, tehát ezt a 48-as érzelmet a gyermek Babicsban is táplálta. A családi könyvesszekrény mellett állunk, itt őrizték a Kelemen család könyveit, a szép bőrkötésű kötetek gerincén ott van az arany K betű, ezzel jelölte a család a könyvtárát. Egy kedves történetet is el tudok mesélni. A családban több könyvgyűjtő volt. Az egyik Kelemen Mihály, Babics Mihály édesanyjának a nagybátyja, nála lakott Babics Mihály gimnazistaként. Ennek a nagybácsinak komoly könyvtára volt, szintén piros bőrkötésbe köttette a könyvtárát, minden magyarul megjelent szép irodalmi munkát igyekezett megvásárolni, és a kis Babics Mihály nagyon büszke volt, a gimnazista, hogy egy egész napra kölcsön kapott egy jókai regényt, amikor jó jegyet vitt haza a könyveit féltékenyen őrző nagybácsitól. A falon idősebb Babics Mihály törvényszéki bíró portréját láthatjuk. Ő fiatalon meghalt, Babics Mihály 15 éves, amikor elveszti az édesapját, ez a festmény már az ő halála után készült egy fényképről. A festmény alatt látható piros pülüs garnitúra, egy szép neoreneszánsz garnitúra, ezt Babics Mihály szülei vásároltak az 1880-as években házasság kötésük idején. Az iparművészeti értéke is nagy, hiszen még az eredeti kárpit van rajta. Babics Mihály
életében is fontos szerepet játszott, illetve szerepelteti a már emlegetett Halálfiai című művében is. Megjelenik, mint annyi minden más az életéből, illetve gyermekkorának világából. A Halálfiai című regényét 1921 és 27 között írta, azt mondjuk róla, hogy életrajzi ihletésű regény, ami annyit tesz, hogy Babits Mihály találja ki a regény sztoriát, történetét, de az alakok, a regényalakok és a helyszínek mind a valóságból merítettek. Tehát amikor Babits Mihály folytatásokban elkezdi megjelentetni egy újságban, akkor bizony, illetve 1927-ben megjelenik könyvalakban, akkor bizony a korabeli szekszárdiak ráismernek, hogy kit kiről mintázott Babits Mihály, szerepelnek benne a szülei, saját maga, jellegzetes korabeli figurák, és még Dienes Valéria családja is, a szülei is. És ez azért érdekes, mert Dienes Valéria, lánykori nevén Geiger Valéria, édesapját és az ő édesanyját egy házasságtörés sztoriába írja meg, pontosabban a róluk mintázott alakban egy házasságtörés sztoriába írja meg, ami azért elég meredek volt az 1920-as években is Szekszárdon. A Halálfiai volt az a minta, vagy az a forrás, amikor 1967-ben berendezték az első kiállítást, és Babits Mihály gyermekkorának színhelyét, a nagyszülők, szülők otthonát berendezték itt a földszinti kiállításban. Ebben a szobában vannak a legrégebbi bútordarabok, a nagymama fiatalságát, az 1850-es évekét idézik. Köztük ez a négy fiókos topolya sublót, aminek a felső fiókja íróasztallá alakítható. Húzom is ki, ez volt Babits Mihály gyermekkori íróasztala. Ide rejtette az első gyerekkori írásait. Most is egy gyerekkori írásának a kézirat másolata látható az asztal lapján. Robúra Hunyadi ház című, ebből kitetszik, hogy Babits Mihálynak van egy gyermekkori álneve, méghozzá kedvenc írójáról, Verne Gyula Hódító Robúr című regényéből vette az álnevet. 1898, amikor ezt írja, ez az az év, amikor meghal az édesapja, és ez az az év, amikor ősszel a Szekszárd vidéke című helyi labban megjelenik az első 2x4 soros kis versfordítása. De ugorjunk egy picit vissza az időben. Az íróasztal fölött látható az elemi iskola időkből származó csoportkép. Láthatjuk, hogy milyen sokan voltak egy osztályban, és a törökülő sorban bal szélen a legszélső Babits Misike, aki egyébként a legkisebb volt az osztályban. 1920-ban Szabó Lőrincnek meséli el azt a történetet, hogy egyszer, amikor a pad alatt könyvet olvasott, akkor a tanár azt a szófordulatot használta, hogy nem kis Miska, és ő zavartan, már csak ennyit hallott meg, hogy kis Miska, zavartan fölugrott, képzeljük el, illetve maga is elmondja, hogy nagyon-nagyon kinevették az osztálytársai, hiszen 1920-ban is emlékezik erre a történetre. A diákszobában vagyunk. Babits Mihály 6 éves kora után elkerül a nagyszülői házból, hiszen édesapját először Budapestre helyezik, majd 2 év múlva Pécsre kerül a család. Babits az elemi iskoláit már Pécsen fejezi be, gimnazista, amikor az édesapja meghal, ezután az édesanyja visszaköltözik ide Szekszárdra a nagyszülői házba, ő pedig gimnazistaként a tanévet rokonoknál, az emlegetett Kelemen Mihály nagybácsinál tölti, majd pedig a szünidéket itt Szekszárdon, egészen tulajdonképpen a házasságáig, egyetemi évei alatt is itt tölti a nyarakat a nagyszülői házban.
Cenci néni régi kedves bútorai közé tartozott ez a zöld kárpitú karosszék és a párja, és amikor kiszolgálták idejüket, akkor kikerültek az előhegyi tanyába. Úgyhogy Babits Mihály, amikor 1921 nyarán házasok kötése után Szekszárdra jön néhány hétre nyaralni ifjú feleségével, akkor a tartózkodás második felét már kint laknak a szőlőben, és Török Szofi le is fényképezte Babits Mihályt, amint ebben a fotelben ül, abban az ismert gondolkodó pózban, ahogy Riprónai is megörökítette, és Babits előtte gyalogszéken, ez egy fél fatörzsből kialakított négy lábon álló kis szék, ott áll az írógép, a fényképfelvétel hátuljára pedig Török Szofi ráírta, hogy ebben a fotelben kezdi írni Babits Mihály a halálfiait. A régi szekszárdiak is emlékeztek arra, hogy Babits, ha Szekszárdon tartózkodott, akkor a két szoba, a diákszoba és a kis szoba között mindig nyitva állt az ajtó, és ő felalá sétálgatott a két szoba között. Ez azért érdekes, mert egy interjújában elmondja Babits Mihály, hogy az ő alkotó módszere az, hogy felalá sétálgat, a kezében pedig egy kiskést vagy tollat csattogtatva üti a rímet, és így alkotja meg fejben a verseit. Ez a paraván a szoba legérdekesebb bútordarabja. Babits Mihály azt írja róla a Gólya Kalifa című kisregényében, hogy dédanyám, amikor Bécsben válózott, akkor hímezte barátnéival. Hát ez megint a költői képzeletnek a szüleménye, hiszen valószínűleg az ügyvéd nagyapa révén került a családhoz, de láthatjuk, hogy előkelő nemes kisasszonyok kezemunkája díszíti ezt a paravánt. Előkelő nemes kisasszonyok neveit olvashatjuk rajta, néhol nemesi címer is van, és mindegyik kocka más, majdnem más hímzés technikával készült. A szobában családi képeket látunk még, az elsőn a 6 éves Babits Mihályt látjuk angyalkával, a kishúgával, a másodikon már a felnőtt, fiatal tanárt, Babits Mihályt kackiás bajusszal, mellette angyalka áll, és legkisebb testvérük István. 1906 körül készült Szekszárdon a felvétel. Három családi kép közül a legérdekesebb a szűk családot mutatja, 1929-ben, nem sokkal Babits István esküvője után. A képen itt láthatjuk idősebb Babits Mihályné Kelemen Aurórát, Babits Mihály édesanyját. Mellette ül kis Istvánné Babits angyalka, a bal oldalon áll Babits Mihály és felesége Török Szofi ül a karfán, a jobb oldalon Babits István és ifjú felesége Stockinger Györgyi, középen kis István, angyalka férje áll, és a három gyerek közül a legkisebb Babits Ildikó, Babits Mihály és Török Szofi fogadott kislánya. Menjünk fel az emeletre ezen a szép régi lépcsőn. Babits gyerekkorában jellemző, annyira félénk gyerek volt, hogy nem mert lecsúszni ezen a lépcső melletti oldalon. És hát a padlásajtónak is szerepe van, hiszen ott tartotta a család a régi könyveket, úgyhogy Babits Mihály kisgyerekként sokszor olvasgatott a padláson. Kedves tartózkodási helye volt. Az emeleti kiállítás képe megváltozik. Babits Mihály családtörténetét, illetve az ő élettörténetét követi végig a kiállítás rengeteg szöveggel, fotóval, néhány emléktárgyal, kedves gyermekkori emlékei között, például a gyerekkori pénztárcával, de itt vannak az első kiadású verses kötetei is, és az ő neki dedikált kötetek. A szalon felett található egy foglalkoztató szoba, ahol meg lehet nézni Babits Mihály fényképeit, meg lehet hallgatni Babits Mihály hangját, ahogy verseit szavalja, illetve szekszárdi kapcsolatú verseket is lehet hallgatni. Ez egyben egy múzeumpedagógiai foglalkoztató szoba, tehát itt foglalkozásokat is szoktunk tartani. Az utolsó teremben, szobában pedig Babits Mihály könyvtárát, legalábbis ami megmaradt belőle, mutatjuk be. Ebben a szobában Babits Mihály könyvtárszobáját idézzük meg. A költő halála után Török Szofi egy kisebb lakásba volt kénytelen költözni, ahol nem tudta elhelyezni a költő több mint 4000 kötetes könyvtárát, ezért a könyvtár nagy részét, a kötetek nagy részét a Baumgarten Alapítvány székházában helyezte el. Sajnos ezt a házat Budapesten a II. Világháború alatt bombatalálat érte, a költő könyvtárának nagy része, közel háromnegyede, nagyjából 3000 kötet könyv ott pusztult a romok alatt. Azok a kötetek maradtak meg, amit Török Szofi magával tudott vinni az új lakásba, ebből látunk itt egy válogatást. Két oldalt Babits Mihály ősei,
Kelemen József nagyprépost és egy ismeretlen, azonosítatlan ős Babits Alexander portréját látjuk, középen pedig Glac Oszkár híres Babits Mihály portréja. A kiállításon látható bútorok nagy része, illetve Glac Oszkár Babits Mihály portréja a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonát képezi. Babits István odaajándékozta az 50-es években. A kiállítás, tehát 1967 óta viszont a szülőházat díszítik ezek a tárgyak.